észtországi tanulók ismerkednek az EOF központtal. A fiatalok ezen a héten a Réva is tanulóknál vendégeskednek, a német nyelvű diákcsereprogram célja pedig az, hogy a sport és a nyelv segítségével megismerhessék egymás kultúráját. Ezek a gyerekek, akik itt vannak, kiváló tanulók, és emellett van köztük például országos atlétika bajnok, többen, tehát mindenki szinte sportol valamit, és azt gondoltuk egy tallini középiskola kollégáival együtt, hogy kössük össze a német nyelv gyakorlását egy ilyen sportprogrammal. Tavaly mi voltunk Tallinnban, gyönyörű napokat töltöttünk ott, és most itt vannak nálunk 14 észdiák, két kollégával. A magyar családok befogadták őket, és próbáljuk nekik Győr szépségét megmutatni. Mindezt többnyire a német nyelv segítségével, néha ugyanaz angol is felhangzik, mert könnyebb a gyerekeknek. A fő oka annak, hogy most itt vagyunk, az az, hogy ez egy remek lehetőség a tanulóinknak arra, hogy idegen nyelveket gyakoroljanak, ezen kívül pedig új barátságokat is kössenek. Azt szeretnénk elérni ebben a programban, hogy minél jobban megismerkedjenek a német nyelvvel, és magabiztosan kommunikáljanak, például olyan témákon keresztül, mint a sport. A látogatás alatt a tanulók nem unatkoztak, a programokban a sport dominált, de azért Győr szépségeire is maradt idő. Nagyon érdekel a kultúra és a folklór. Úgy gondolom, hogy ez a lelke az országnak, és így lehet a legjobban megismerni. Meglátogattam már néhány templomot, és persze a sportlétesítményeket is, hiszen nyáron itt ifjúsági olimpiai fesztivál volt. Úgy látom, hogy ez itt Magyarországon nagyon fontos, így örülök, hogy láthattam. Nagyon fontosnak tartom, hogy külföldi iskolákkal is tartsunk csereprogramot, mivel így megismerhetünk egy másik kultúrát, hogy ők hogy élnek, és mivel csereprogram, ezért ők is megismerhetik Magyarországot, kultúránkat, táncainkat, ételeinket persze, és így a sporton keresztül, mint ahogy ebben a programban is van, egy közös nyelvet persze az angolon és a németen kívül így megtalálhatunk. És mindenki nagyon jól érzi magát így a sportos programokkal, és senki nem panaszkodik arra, hogy jaj, de fáradt vagyok, hanem a nap végén inkább kidőlünk, és közösen elmegyünk egy kávézóba, és beszélgetünk. Tartalmas hetet zártak a fiatalok, a tallini diákok péntekig tartózkodtak Győrben.